Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Világok Harca, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket is, Földi Lászlót, a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumi elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát mi másról beszélhetnénk, mint a német lehallgatási botrányról, vagy Taurus botrányról, most már több nevet is kapott itt a sajtóban. Ugye azok kedvéért, akik esetleg tényleg nem figyeltek, nyaralni voltak, és nem tudják, hogy miről van szó, hogy az RT orosz állami műsorszolgáltató vezetője pénteken késő este tette közzé az interneten egy ilyen 38 perces hangfelvételt, melyet orosz kémek rögzítettek múlt hónapban egy titkos megbeszélésen, és ehhez pedig a WebEx nevű kereskedelmi nem titkosított platformot, online konferencia eszközt használták német tisztek, ez lett úgymond lehallgatva, de akkor ennek a részleteiben én rögtön bele is mennék, és kíváncsi lennék az ön véleményére, egyáltalán maga ennek az egész botránynak a módja, tehát hogy hol zajlanak ilyen beszélgetések, és hogy hogyan lehet ezekhez hozzáférni, erről azért egy pár mondatot szerintem érdemes beszélni. Hát én úgy gondolom, hogy komoly hiba történt azok részéről, akik ilyen módon tárgyalnak meg. Egyébként valóban jelentőséggel bíró információkat. Tehát magyarul én úgy gondolom, a német tisztek nem tartották be a szabályokat, mert hogy vannak szabályok, hol mit és mit nem lehet mondani. Ugye megengedi egy picit visszatekintve arra, hogy hogyan működik a világ lehallgatása. Ugye amikor még a digitális rendszerek nem voltak annyira fejlettek, sőt, nem is nagyon voltak, mint ahogy napjainkban ezt megszoktuk, akkor is volt egy úgynevezett Echelon rendszer, egy amerikai lehallgatási rendszer, amelyik gyűjtötte gyakorlatilag az éterben mozgó összes információt, legyen az telefon, vagy fax, vagy bármi hasonló. Begyűjtötte és tárolta. Alapvetően nem tudta feldolgozni, hisz nem volt kapacitás ehhez. A mennyiséget úgy kell elképzelni, hogy naponta annyi információt gyűjtöttek, mint a Kapitólium, tehát az amerikai törvényhozás épületében található könyvtár összes anyaga. Ezt minden nap begyűjtötték a világból. Később fejlődött a technika, és ugye már tudtak címszavakra úgymond elemzéseket készíteni a gépeken keresztül, tehát a komputereken keresztül. Aztán később még tovább fejlődött, és akkor már téma szerint feldolgozták az egyébként naponta begyűjtött információ tömeget. Aztán napjainkban ott tartunk, hogy a mesterséges intelligencia és hasonló rendszerek olyan sebességgel dolgoznak fel információt, hogy bármit mondunk, mi hétköznapi emberek, én egy fűnyírót akartam vásárolni egy bizonyos alkalommal, azóta minden nap jön egy ajánlat abból a bizonyos reklám oldalról, hogy én vegyek fűnyírót, vagy bármi mást. Tehát magyarul egy abszolút feldolgozásban élünk, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. Mi civilek, és nem civilek is. És ez azért mondom, mert ugye a konkrét esetre visszatérve, bármilyen rendszert is használunk. Ezek a rendszereket általában úgy adják el, hogy lehallgatás biztosak. Ugye a WhatsApp-tól, a Signalon keresztül szokták mondani, hogy ott nyugodtan lehet beszélgetni, vagy információt cserélni, mert lehallgatás biztos. Nem. Nincs ilyen biztonság. Olyan biztonság van, hogy face-to-face, tehát a bizonyos helyiségen belül szóban beszélgetünk. Azt is süket szobában. Tehát ugye a süket szobák léteznek a rendvédelmi szerveknél, katonaságnál, titkosszolgálatnál, azt jelentik, hogy vagy technikailag, vagy fizikailag védett olyan objektumi tér, ahol nyugodtan lehet beszélgetni annak az ódioma nélkül, hogy külső érdeklődő úgymond hozzáférne az ott elhangzott információhoz. Ha megengedi, a mai világban még tovább mennék, mert szerintem a süköt szobák sem védhetők abszolút értelemben. Én úgy tárgyalnék fontos kérdésekről, hogy önnél is nálam is van egy papír egy ceruzával, és nem beszélünk, hanem leírjuk, és a papírokat cserélgetjük. Na ma ez az egyetlen dolog, amit nem tudnak lehallgatni. Viszont a papír kikerülhet, ha rossz kezekbe kerül, nem? Azt mielőtt fölállunk, elégetjük. Na ide majd még visszatérünk, mert a papírok is szivárogtak már ki ugye a Pentagonnak a köreiből, úgyhogy erre majd, ha lesz időnk, vissza is térnék. Maradva itt ennél az ügynél, tehát hibát követtek el német tisztek, Németország NATO tagország. Van egy közös szabályozás erre NATO szinten, hogy hogyan lehet, kell ilyen dolgokat megbeszélni, és ha hiba történt, akkor ennek lesz következménye is? Ugye azért ne menjünk el a tartalom mellett sem, ha megengedi. Persze. Vannak szabályok, de ez nem NATO szabály, ez minden értelmes titkosszolgálat, tehát egy kormányzati intézménynek a belső rendjéből fakad. Tehát ugye egy mondatban meghatározható, a érzékeny információk nem kerülhetnek illetéktelenekhez.
Ennek a feltételrendszerét biztosítani kell. Ennek a protokollját be kell tartani. Most a résztvevők oldaláról nézve, tehát meg semmi csoda, vagy meglepő, vagy feltétel nincs. Ez a sendrihányság, amit itt tapasztaltunk, hadd fogalmazok így, ez nem tudom, miből fakadt. Ugye jelen pillanatban a német kormány azt mondja, hogy tulajdonképpen ez nem egy komoly beszélgetés volt, tehát itt nincs mit különösebben ezen tartalmilag elemezni. Ez csak egy úgynevezett modell volt arra, hogy mi lenne akkor, hogyha egy ilyen esemény történik, tehát mondjuk Oroszország elindul a NATO irányába Európában, és akkor a védekezés egy ilyen momentuma. Ez sajnos nem így van. Mert látható módon a tartalmilag itt egy támadólagos megoldásról beszéltek. Tehát nem arról indult a beszélgetés, hogy Oroszország kvázi ekkor és ekkor támad, és mi hogyan védekezünk. Tehát magyarul nem lehet modellnek tekinteni, még csak azért sem. Mert gondoljunk bele, hogyha Oroszország el akarna indulni Európa irányába NATO országokkal szemben, amit egyébként nem akar nyilván, de tegyük fel akarna, akkor nem a Krím félszigeten gyűjti össze a hadrendjét, hogy egy szűk logisztikai rendszert felhasználva egy hidat tulajdonképpen, és onnan támad. Amikor támadna Finnországtól kezdve a Baltikumon keresztül a Fekete-tengerig egy hosszú harcvonalat kiépítve feltételezem, mert az a védhetetlenebb szemben azzal, hogy a saját hadseregemet tulajdonképpen egy zsákutcába harapófogóba rakom. Tehát magyarul a politikának a véleménye arról, hogy itt nem egy megfontolt magatartás a NATO bizonyos szárnyának a részéről, hanem ez egy beszélgetés volt, egy ilyen valamiféle példa csak egymás között, ez gyakorlatilag nem igaz, nem lehet igaz. Ugye itt a középpontban, hogy elmintettem is, hogy Taurus botránynak is nevezik, itt a Taurus rakéták vannak ennek a középpontjában, és nagyon érdekes, hogy mi, akik azért foglalkozunk ezekkel a hírekkel, én is láttam, hogy hónapok óta, ha nem jó negyed éve, vagy még több, zajlik ez a vita Németországban, hogy adjanak Taurus rakétát, vagy ne adjanak. Vannak pró-kontra érvek, vannak mellette, vannak ellene. Olaf Scholz úgy tűnt, hogy konzekvensen kiáll a mellett, hogy nem akar küldeni ilyen rakétákat, mert szerint ez eszkalációt jelentene. Viszont lehet olvasni arról is, hogy volt egyfajta nyugati nyomás, hogy mégis adják oda ezeket az eszközöket. Ennek a fényében érdekes-e az, hogy ez éppen most derül ki, és éppen a Taurus rakétákról szóló megbeszélés kerül ki, és nem más? Igen, feltétlenül érdekes, mert ez megint több szempont előjön. Egyrészt nyilvánvalóan vannak olyan erőterek, amelyek a háború folytatása mellett anyagilag érdekeltek. Ez egy üzleti világ. Politikailag nem lehet érdekelve senki, hiszen csak pusztítást jelent egy eszkalált orosz-európai háború, mondjuk így. Másrészt pedig azért nem csak politikusokról és üzletemberekről van szó, hanem ugye a NATO katonákról, a NATO vezérkarról és a NATO-hoz kapcsolható saját országi haderőknek a katonáiról, akik, uram bocsán, nem akarnak munkanélkül maradni, hogy ilyen csúrján fogalmazzak. Ezért nekik mindig izgalmi állapotokat kell teremteni annak érdekében, hogy úgy érezzék fontos az ő tevékenységük. Na most tulajdonképpen, hogyha innen közelítünk, akkor azt látjuk, hogy ez a Taurus ügy, ez egy olyan fajta technológia, ugye maga a rakéta az egy ilyen 5 méterszel 1 méter átmérőjű valami, tehát nem valami hatalmas nagy monstrumnak kell képzelni, viszont nagyon jó megoldásokat jelent a felderítéssel szemben. Egyrészt messziről indítható, hogy ez egy hordozóról indul, de a hordozónak nem kell csak 400-500 kilométerrel, odébb már elengedheti. Magyarul a hordozót nem lehet támadni, hiszen nem érzékeli a támadott fél, hogy ugye indulna ellene bármi is. Ugye gyakorlatilag radar alatt tud menni, olyan borítása van, amelyik a radart gyakorlatilag tudja, úgymond lopakodóvá tud válni, tehát nehezen lehet észrevenni, hogy az egész formája is adott ehhez. Ez egy technológia, amit most itt elemezhetnénk, nincs értelme. A lényeg az, hogy hosszú távon tud észrevétlenül elérkezni a célponthoz. A célpont elérése rendkívül pontos, tehát 3 méteren belül képes támadni, ami a mai világban is azért egy jelentős töltetet jelent, ilyen távolságról indított fegyverek esetében. De a legnagyobb problémája, és ugye a vita erről megy, hogy elérheti belső Oroszország területét. Tehát ez már nem arról szól, hogy az ukrajnai
a frontvonalon tulajdonképpen csapást tud mérni az orosz állásokra, hanem arról szól, hogy Oroszországon belül, az orosz európai területen belül, hadd mondjam így, nagyon komoly csapásokat tud mérni, ami egyértelműen eszkalálni fogja a háborút. Mert onnantól kezdve, ugye Moszkva nem arra fog tekintetni, hogy egyébként a NATO támogatja az ukránokat, magunk között szóval nemzetközileg elfogadhatatlan módon, hiszen ugye a NATO ilyen értelemben nem játszott szerepet, de akkor is azt kell mondani, hogy ez német rakéta volt, és nem Ukrajnában fölhasznált rakéta, és a német rakéta volt, aki Németországba teszünk vissza csapást. És ugye az orosz jelenlegi technika mellett ez nem elképzelhetetlen, hogy Berlinben robbanjanak rakéták. Ami ebben az ügyben még érdekes volt, és az én számomra, hogy Németországból német beszélgetés kerül ki, ugye még itt a Taurus rakéta mellett, ugyanis ha Németország akarná valamilyen módon megtámadni Oroszországot, vagy hozzásegíteni Ukrajnát ahhoz, hogy belső Oroszországot támadhassa, az az oroszokban egy sokkal, én azt gondolom, komolyabb reakciót indít el, mert érzelmileg is erős teljesebben reagálnak egy ilyen lépésre, mint adott esetben, hogyha mondjuk a spanyol, most én mondok egy bármit, egy spanyolok, vagy az olaszok, vagy nem tudom, a belgáktól kerül ki bármilyen beszélgetés. Hogyan látja ebben a véletlenszerűséget? Egyáltalán feltételezzük azt, hogy ez úgymond véletlen, vagy most a háborúnak ebben a szakaszában, amikor egyébként folyamatosan megy tovább ez az úszítás, egy ilyen kikerül, és úgy tűnik, hogy a kapcsolatot még tovább rontja, ez számomra furcsa. Igen, ronthatja a kapcsolatot, ezt jól gondolja, de ugyanakkor pozitív értéke is lehet. Gondoljunk bele abban, hogyha mindez titokban marad, és ezt csak a rakéták eljutnak Ukrajnába, és a rakéták elindulnak, és nem tudtunk róla, és az oroszok sem tudják felderíteni, akkor valóban egy olyan eszkaláció indul el, nem csak az a kérdés, hogy német, és ez hogy érinti Oroszországot, ugye gondolom itt a második világháborúra gondol, hanem egyszerűen eszkalál. És annak ezer romok keletkeznek Európában minden szempontból. Tehát, hogy lehet, hogy a kiszivárogtatás ilyen értelemben az azok részéről történt meg, akik nem akarják engedni az eszkalációt. Nem tudom, hogy ez a kifacsart mondat értelmese. Tehát magyarul lehetnek olyan erőterek ma már Európában, még a rendvédelmen belül is, akik megosztottak abból a szempontból, hogy a politika mond valamit. Látható módon nem lehet megvenni Oroszországot, sem Ukrajnában, sem Ukrajnán kívül. Az, hogy most elindulnak németek, nevetséges. Nincs a Bundeswehr fölkészülve arra, hogy normális háborúban, szempontjukban normálisan részt vegyen. A NATO nem alkalmas. Ez bizonyította maga az ukrán helyzet két év alatt. Az új jelöltek, belépők, a finnek, vagy akár a Baltikumot is nézve, nevetséges erő ahhoz képest, amit az oroszok tudnak. Oroszország két éven keresztül folyamatosan fegyvereket gyártott, mert hogy háborúban állt. Gyártott azért, hogy a háborúhoz legyen eszköze, és gyártotta azért, mert tulajdonképpen az embargó miatt nem tehetett mást, hiszen az iparát életben kellett tartani. Az embargó azt jelentette, hogy a külföldi kapcsolati rendszer leállt, tehát az ott lévő nyugati gyárak nem működtek, ugyanakkor embereknek kellett munkát adni, a gazdaságot stimulálni kellett tovább. Tehát mit csinálnak ilyenkor? Belső állami beruházásokba kezdenek. Az egyik ilyen volt a hadipar fejlesztése. Tehát magyarul egy ilyen rettenetesen megizmosodott erővel szemben a gyámoltalanná vált, hiszen azt láttuk 70 év alatt, hogy az európai fegyverkészültség értelemben sajnos elég gyenge, ez még csak elméletileg sem tud szembeszállni Oroszországgal, nem hogy úgy, hogy megtámadja és gyakorlatilag legyőzze Oroszországot a saját területén. Tehát ez egy abszurdum. Na de picit még visszamegyek itt a történet elejére, az orosz kémek. Ugye az orosz kémekről, vagy ez tőlük fél Európa már egy jó ideje, ahogy elkezdődött a háború, azonnal kiutasítottak például a diplomatákat, stb. Tettek olyan lépéseket, amikre azt mondták, hogy az orosz kémek miatt van erre szükség. Németországban külön is nagy hangsúlyt fektettek erre, legalábbis kommunikáció szintjén, hogy tartottak attól, hogy német dezinformációs kampányok indulnak el Németországon belül, ugye ezt is ide sorolják, ezt a mostani eseményt is, és érdekes, hogy mégis, amikor azt mondjuk most, hogy orosz kémek, és így szól az összes hír ugye ezzel a botránnyal kapcsolatban, akkor itt mire kell gondolni? Kire kell gondolni? Beépült emberekre kell gondolni? Hackerekre kell gondolni, mert ugye ez egy online konferencia, vagy hogy említette, a szivároktatás akár történhet rendvédelmi dolgozóktól is, ami egyébként, ha jó célt szolgál, is gondolom, hogy bűncselekmény.
Így van, minden, amit mondott, ez mind kémkedés. Tehát a technológiai kémkedés, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a világban, az éterben egyik oldalról másikra érkező információt sikeresen leveszem, megfejtem, hogyha az egyrész van. Jelenti azt, hogy gyakorlatilag beépülök az ellenfél oldalán, és miért csodálkoznánk azon, hogyha az oroszok ezt intenzíven tennék, egy olyan élethelyzetben, amikor tulajdonképpen háborúban állnak. Tehát a háborúban gyakorlatilag az ellenfél leendő lépéseinek a megismerése, arról a törekvés, az egy elsődleges kérdés. Ugye adnék egy példát a második világháborúból. Ugye a németek, mikor London bombázták, volt egy olyan eset, amikor a Londonnak az egyik negyedét úgy bombázták le, hogy tulajdonképpen nem volt légvédelem, miközben az angol vezetés tudta, hogy támadni fognak a németek, és azért tudta, mert nagyon magas helyen volt beépítve egy angol ügynök, ugye a német hadsereg felső vezetésében. És hogyha a lakosságot értesítették volna, ez egy nagyon nehéz politikai döntés, akkor megbukik a kém, aki egyébként befolyással van a világháború menetére. Tehát a politikának taktikai értelemben még úgymond áldozatot is kell hozni ilyen esetben, hogy védje azt a pozícionált helyzetét, amely egyébként számára hosszú távon stratégiailag fontos. Tehát a háború az így működik. Ne higgyük, hogy az oroszok rosszabb lennének ebben. Ez egyik, a másik, hogy a KGB-re mindig jellemző volt, aminek a folytatása mostani SZVL és többi ugye orosz titkosszolgálati forma, hogy hosszú távon épít. Tehát úgynevezett alvúügynököket telepít. Ez azt kell érteni, hogy a célországoknak a társadalmában mondjuk gimnazista, de mondjuk egyetemista korú fiatalok érkeznek, megfelelő legendával és harmadik országon keresztül beépülnek a társadalomba. Nem diplomataként jelennek meg 20 év múlva, hanem ottani állampolgárként jutnak olyan pozícióba például, ami forrást jelent, vagy az orosz titkosszolgálat szempontjából, vagy pozíciót bármilyen szempontból, és egyszerűen csak aktivizálják őket, az alvó rendszereknek hívjuk, a hosszú távon telepített ügynököknek. Tehát én úgy gondolom, hogy Oroszország ezzel bőven rendelkezik, hiszen ez az alapfilozófiához tartozott mindig is az orosz szolgálatoknak, és a rendszerváltás ezt nem változtatta meg, az egyik oldal, a másik. A mai világban az információhoz hozzáférés nem ugyanazt jelenti, mint akár 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Hiszen gyakorlatilag majdnem minden kint van a netten. Lássuk be. Csak ügyesekkel kell hozzá, egy ügyes technikai személyzet, megoldás, megfelelő gépek, hogy ezekhez eljussak, és megfejtsem. Hadd ne mondjam azt, hogy nekem is vannak olyan ismerőseim, barátaim, hogyha nagyon összeszednék magukat, a Pentagon simán meg tudnák hekkelni. Most elnézést a nagyképű mondatért, de valóban így van. Tehát a mai világban, amelyik input és output rendszerre rendelkezik, az támadható. Ezt tudomásul kell venni. Tehát nagyon csodálkozni azon, hogy az oroszok, vagy bárkik, az amerikaiak, izraeliek, vagy bárki a világon hozzáfér, vagy kínaiak információhoz, ez szerintem ma már nem egy olyan nagy dolog. Akkor azt mondhatjuk, hogy a németek hibát követtek el, viszont senki nincs biztonságban, tehát akár a más NATO tagországokban simán előfordulhatnak ilyenek, vagy fordulhattak is elő ilyenek, csak mondjuk nem kerültek napvilágra ilyen olyan okoknál fogva. Nézze, én ezt egyszerűbben látom, mindenkit pontosan lehallgatnak, és mindenkire mindent tudnak. Nagyon érdekelne a véleménye azzal a kapcsolatban is, hogy maga ez az egész ügy, ez a botrány, ön szerint hogyan hat erre a geopolitikai helyzetre, a feszültségre, erre a háborús pszichózisra, lehet így fogalmazni, mert most már Európában hónapok óta, főleg mondjuk konkrétan a németek is beszélnek arról, hogy föl kell készülni Németországnak is, hogy megvédje magát, folyik a fegyverkezés. Közben akkor lehet, hogy ide csatolom egy mondat erejéig, aztán ha belemehetünk kicsit mélyebben is, ugye Emmanuel Macronnak a kijelentése, ami a múlt héten kavart vihart, tehát hogy milyen irányba mutatnak ezek a folyamatok? Jánosnak Macron már visszavonult, ő is, ebben a korábbi nyilatkozatában rájött arra, hogy ez valami elképesztő baklövés, amit ő itt próbál magyarázni. Ugye ennél az emberek az érzése, hogy ezek nem koncepciók, hanem fölkészületlenségből fakadó kifakadások. És akkor finoman fogalmaztam, ha megengedi. Ezzel nem értem a mai politikai világot. Hát ugye a diplomácia, egyáltalán a kommunikáció a politika részéről, az egy rendkívül művészetnek kellene, hogy legyen. Mindig is az volt, hogyha visszanézünk a történelemben. A művészetet úgy értem, hogy nagyon fontos a kötőjel is, nem hogy a konkrét mondat. És ehhez képest mindenki össze-vissza beszél.
megfontolatlanul, meggondolatlanul mond olyan dolgokat, aminek a konzekvenciáját szerintem föl sem méri. Ugye itt volt a Macroni nyilatkozat, hogy már pedig a NATO-nak, első kérdésem, Macron milyen alapon beszél a NATO nevében? Volt egyeztetés? Megkérdezték a magyar NATO tagot például arról, hogy egyetérte azzal. És itt tovább, hogy akár csak a NATO központot, ugye a brüsszeli központját a NATO-nak. Nem, ő nyilatkozik a NATO nevében, hogy már pedig Oroszországot megregulázzuk, mert mi úgy döntöttünk, amennyiben az ukrán tétel úgymond elbukik. Hiszen mi volt az ukrán tétel? És mondja ki megint óvatlanul. Nem Ukrajna-Oroszország konfliktusa, hanem mi kergettük bele Ukrajnát abba, hogy Oroszországot próbálja tönkretenni. Ebben a mondatban ugye, és ez is benne van, kvázi az egyébként odafigyelők számára. Tehát nem szabad össze-vissza beszélni, mert utána jöhetek én vissza. Csak megint a digitális világba adódó dolog, megmarad a hír. Bármikor visszalapozhatunk, hogy akkor mit mondtál és hogy mondtál. És még egy probléma, nincs konzekvencia. Ezek után, hogy ő egy ilyet mondott, kvázi hadat üzent Oroszországnak, kvázi olyanok nevében, ugye a NATO tagok nevében, akiket nem adták az engedélyüket, le kéne mondania. Nagyon gyorsan. Ezzel tudná ugyanis a francia politika renoméját valamennyire visszahozni. De nincs ilyen. Hát sehol nem mond le senki. És Németországban is nagyon várom, hogy nem feltétlenül a tiszteket csak és kizárólag, hanem mondjuk a hadügyminisztert, vagy valaki valamilyen konzekvenciát mondjon már arról, hogy az ő tisztjei bohóckodásból, vagy komolyan, vagy valamiféle politikai sugallatra, miket is beszélnek, gyakorlatilag eszkalálni akarják az ukrán problémát az orosz kérdésben, és kvázi Németországot ezen keresztül egyébként Európát is belerángatni egy olyan fajta háborúba, amiről pont nekik, a katonatiszteknek kellene tudni, hogy nincs megoldása. Hagyományos fegyverekkel ugyanis nem győzünk, csak pusztítunk, nukleáris fegyverrel, pedig a Földet pusztítjuk el. Tehát ezek olyan felelősség kérdések véleményem szerint, aminek a konzekvenciáját le kell vonni. Azért, hogy mi, egyszerű halandók, valaha higgyünk valamikor is a politikának, azoknak, akik állítólag minket védenek. Na de hát ugye Macronnál elmondható az is, hogy itt az elmúlt hónapokban elég erőteljesen fordult Ukrajna felé, tehát kötött vele egy védelmi megállapodást, illetve több olyan nagyon sarkos kijelentést tett, hogy nem fogják hagyni Ukrajnát, Ukrajnának győznie kell, Oroszország nem győzhet, tehát hogy olyan tőmondatokat is kimondott, amik egészen támadóan hathattak például Oroszország számára, és hát én azóta akárki jön, és valamennyire ért Franciaországhoz, meg szoktam kérdezni, hogy ezt hova tegyük, hogy Macronnak ezeket a kijelentéseit hogyan értelmezzük. Ön hogyan látja, ha már itt most belementünk ebbe egy picit, hogy Macron ugye katonákat küldött volna, és ebből ugyan visszakozott, de gondolom én, hogy azért ez az irányultsága megmarad, ez az elköteleződés, amit lehet tőle mostanában hallani. Ez az a szerencse, hogy ezt Moszkvában nem veszik komolyan. Ez nagyon nagy szerencse jelen pillanatban. A Macronnak a kijelentései mögött két dolog van. Az egyik az, hogy egy nagyon komoly belpolitikai válságot élnek Franciaország. Mint társadalmi szinten, mint gazdaságilag. Ugye ezt nem tudják kezelni látható módon, mert az, hogy a francia traktorok kint vannak az utcán, az, hogy gyakorlatilag a migrációt nem tudják normálisan kezelni, és az abból következő eseményeket. Ez mind-mind olyan belpolitikai, stratégiai kihívásokat jelent, amire igyekeznek válaszokat adni. Mi az egyik válasz? Az egyik válasz, hogy a problémát kezelem és megoldom valahogy. A mezőgazdaság ügyét, egyetlen az uniós problémákat. A másik válasz, és ezt választották, hogy egy nagyobb stratégiai kihívást próbálok előhozni és lefedni azt, ami nekem kellemetlen, amivel nem tudok mit kezdeni. Mi a nagyobb kihívás? Hát egy globális európai háború. És azt gondolom, én politikus, hogyha ezzel riaszgatom a saját társadalmamat, vagy egész Európát, akkor azok a mondjuk ilyen napi problémáik, amelyek az embereket érintik, azok háttérbe szorulnak. Akkor az emberek be fogják látni, hogy ho-ho, hát össze kell kapni magunkat, mert egyébként, ha nem tesszük, és nem állunk a kormány mögé, és nem leszünk egységesek, akkor bizony baj lesz az egyik. A másik ebből következő logika, hogyha Franciaország belép, hogyan lépjen be a háborúba? Egy ilyen esetben. Hát sokkal egyszerűbb, gondolják a francia emberek is feltételezhetően, hogy ne francia katona menjen, mint amire az amerikai szenátusban is többször nyíltan beszéltek, amerikai szenátorok, hogy azért jó ez a háború, mert Oroszországot kvázi gyengíti, de amerikai katona nem hal meg. Viszont meghal ukrán.
Viszont meghal az, aki jelen van ebben a konkrét háborúban, ukrán és orosz oldalon, én pedig Franciaország kimaradok. Ezért a társadalom könnyebben elfogadja, hogyha csak fegyvert küldünk, ugye ez a fő narratíva a történet mögött, hogy küldjünk még több fegyvert Ukrajnába, és akkor segítsük. És ne feltétlenül katonát küldjünk. Tehát magyarul egy nagy globális problémával kezelem azokat, amiket egyébként politikusként kezelnem kellene a saját társadalmamon belül. Ugye, amit elmondott, az nagyjából Németországra is igaz. Gazdasági, belpolitikai válság van jelen, közben pedig hónapok óta halljuk Pistoriusnak a kijelentéseit, hogy milyen védelmi kiadásokra lesz szükség, fegyverkezésre veszélyben vannak, ugye háborúra is fel kell készülni, de akkor ezek politikai, tehát ezek politikai szólamok? Most egy átlagember veheti így, hogy jó, ez egy politikai haszonszerzésből mondott három mondat, de egyébként reális veszélye nincs annak, hogy eszkalálódjon? Nézze, hogyha kicsit személyeskedhetek, akkor hadd mondjam azt, hogy én bárhol megjelenek, megkérdeznek, bármilyen formán azt mondom, hogy hölgyeim és uraim, nem lesz háború abban a formában, ahogy itt a politika kvázi ezt üzenés közvetíti felénk. Mert ha lesz, annak nincs értelme, és nincs objektív feltétele háttere. Ez egy kifejezetten politikai érdekek mentén történő kommunikáció, és persze részvétel egy olyan konfrontációban, ahol egy emberek halnak meg, és ez nagyon rossz hír, kettő, soha nincs vége látható módon, hiszen az elmúlt időszakban senki a békéről egyáltalán nem beszélt, nem beszélt fegyvernyugvásról, nem beszéltek arról, hogy milyen feltételek mentén lehetne ezt megtenni. Időnként fölrepülnek információk, hogy Putyin úgy gondolja, hogy a békének az a feltétele, de ezek nem komoly politikai üzenetek. Egyszerűen folyamatosan és gyakorlatilag abszolút napirenden tartanak egy olyan konfliktust, aminek ismétlem objektív oka nincs. Nem pont ennek az ellentétére következtethet egy állampolgár, amikor kiderülnek ilyen beszélgetések, amikor Macron egyébként ezeket a mondatait úgy mondja el, hogy azért tudjuk visszafejteni, mert hogy egyébként Fico, a szlovák miniszterelnök beszélt erről, és akkor onnan fejtették vissza ezt a sztorit, és igazából mondhatni azt, hogy a Fico nem szólal meg, lehet, hogy a közvélemény nem is szerez tudomást róla, vagy nem most. Tehát, hogy ezek azért zárt ajtók mögött is zajlanak ez a kommunikáció. Hát nyilván ugye ez a diplomáciának a lényege, hogy nem mindent a közvéleményen tárgyalunk meg. Nekem épp az a problémám, hogyha így erről beszélünk, hogy túl sok minden megy az ajtó előtt, és kevesebb az ajtó mögött. Mert hogyha a közvéleményt megtaláljuk ezek az információkkal, ugye azt tudomásul kell vennünk, hogy sok más információ hiányában mondunk véleményt nagyon sokszor. Ugye hallunk egy mondatot, hallunk egy másikat, egy ellentét, és így tovább, de alapvetően nem tudjuk körbejárni, még szakértői szinten sem, hadd mondjam ezt saját kritikámként is, hogy nem vagyunk minden információ birtokában ahhoz, hogy valóban objektív képet tudjunk festeni, akár magunknak, vagy pláne másoknak. Tehát magyarul ez a kicsit ilyen cirkusz jelenet a történet, már nem rossz kifejezés, hogy úgy kavarjuk, és mindenki hozzátesz valamit. Csak épp a lényeget nem tudjuk, mert ez az ajtók mögött zajlik, vagy ott kellene, hogy maradjon. Na akkor ígértem, hogy egy picit a Pentagon iratoknak a kiszivárgásáról is fogom kérdezni, ugyanis bíróság elé került az a 22 éves fiatalember, aki vádolható ezzel a cselekménnyel, hogy kiszivárogtatta ezeket az iratokat. Én úgy láttam, hogy ezt ő egyébként el is ismerte, bár sokan emlékszem rá, hogy kétkedtek, amikor meglátták a hírekben, hogy őt találta meg a Pentagon, mert hogy a Pentagon egyébként egy akkora misztikus szervezet volt, hogy azért onnan kiszivárogtatni, és egy 22 éves fiatalember, hát ez így nagyon nem illet össze ez a kép. Mit gondol egyébként akár arról, hogy ilyen esetben, tehát mikre irányítja rá a figyelmet az, hogyha valóban sikerül egy ilyen fiatal embernek igazából egy ekkora blamát csinálni a Pentagon számára? Ez az első kérdés. A második pedig az, hogy így most már ennyi idő távlatából, mert ez most már egy több hónapos történet, mit gondol, hogy mi volt ennek a következménye? Tehát milyen következményekkel járt ez? De ez két dolgot jelent, vagy jelez. Egyrészt a felvételi munka hiányossága, de kiket veszünk föl fontos beosztásban, ez nem elhanyagolható tétel. Ennek megint van egy nagyon komoly protokollja ebben a szervezeti világban, amelyik messze meghaladja az egyéb felvételi eljárásokat ugye a civil világhoz képest.
Másrészt az információ védelem biztonságát megkérdőjelezem ilyen esetekben. Az, hogy ez most mennyire volt valós információ, tehát valós dokumentum vagy nem, azt nem tudjuk vitatni, hiszen az illető elismerte, hogy valóban minősített anyagokkal balogott ki a Pentagon ajtaján, hogy 20 évesen ezt most milyen forradalmi lendületből és hitből tette, ez megint fölösleges azt megkérdezni, hogyha azt mondjuk, hogy ilyen nincs. Ilyet nem lehet megtenni. Mert ugye ez olyan intézmény, most mindegy, hogy tetszik vagy nem nekünk, amelynek a belső rendjét, az ott lévő információk védelmét pont azért kell garantálni, amiről az előbb beszéltünk. Mert nem tudunk hozzárakni forgatókönyveket, nem tudjuk az összes információt mögé rakni, hogy a kikülülést követően az emberek valóban azt értsék mögött, ami van. Tehát még egyszer mondom, itt a biztonság ügye, a kikerülés, információ kikerülés, és nem csak dokumentum formában, hanem verbálisan is, azért tilos, azért nem engedhető, mert gyakorlatilag a működés teljes egészét befolyásolja akkor is, hogyha csak egy feszülőről van szó ilyen értelemben. Mert onnantól kezdve ugye újra kell értékelnünk az egésznek a védelmi rendszerét, új megoldásokat kell bevezetni, azt szokássá kell tenni a rendszeren belül, az embereket ki kell képezni, tehát nagyon sok következménye van annak, hogy kiszivárgott. És a leginkább az erkölcsi következménye, hogy ilyen megtörténhetett egy ilyen intézményből, és azzal kezdte, hogy a misztikus Pentagonból, hát igen, sajnos a misztikum ilyenkor úgy lebomlik egy kicsit. És ha már beszéltünk ugye a Taurus botrányról, nekem amikor, ahogy kimondtam ezt a szót itt a műsor elején, azonnal eszembe jutott egy másik botrány is, meg eleve a botrányok. Ugye Magyarországon is túl vagyunk egy botrányon, vagy hát sokan gondolják, hogy túl vagyunk, sokan szeretnék, hogy ne legyünk túl rajta, de ennek az a része érdekel engem, hogy amikor egy botrány kipattan, tehát hogy mennyire most így átlag polgárként, hírolvasó emberként, mennyire legyünk naivak azzal kapcsolatban, hogy véletlenül pattannak ki botrányok, akkor, amikor is úgy, ahogy, és azt most így általánosságban értem, akár még a magyar helyzetre vonatkozólag is, főleg azok után, amiket elmondott, hogy igazából itt mindennek megvan a nyoma, ami a digitális térben történik, senki nem lehet abban biztos, hogy nem tudnak róla akár olyan adatot, amit ő nem szeretett volna kiadni magáról. Tehát, hogy egyrészt hogyan lehet kormányoknak védekezni ez ellen, mert látjuk, hogy ez kormánybuktató erő is lehet adott esetben, illetve, hogy egy kicsit ezt a naivitást eloszlassuk, hogy ez így véletlenül történik. Ne zárjuk ki a véletlent. A botrányok indulásának két forrása van. Az egyik a véletlen, higgyük el. Tehát amikor tényleg történik valami, amire nem készült fel senki, viszont vannak rendszerek, akik standby állapotban azonnal rá tudnak mozdulni, és fölpumpálják gyakorlatilag. Ugye ezek történnek nagyon sokszor, ebben a médiától kezdve sok mindenki ludas, hogy így fogalmazzak, mert a véletlen történést követő botránykeltés az már tudatos ugyanakkor. És a másik forma, amire ugye szintén kérdezett, hogy lehet eleve botrányokat előidézni, ez például a titkosszolgálat egyik módszere, ezt hívjuk befolyásolási akcióknak. Amikor én egy bizonyos momentumot fölnagyítok, egy bizonyos információt más színben is megpróbálok bemutatni, és azt szépen fölépítem. És amikor fölépült, akkor bedobom a közvélemény oldalán, és kvázi onnantól kezdve egy önmozgáson keresztül valóban földúzzat botrányát. Ez a hógolyó elv, bedobom a hógolyót, aztán utána a lavina valamilyen szinten majd elvisz, vagy nem visz el embereket. Tehát ez egy tudatos magatartás, egy szakmai megoldása tetszik, aminek politikai következménye van, és lehet véletlenből fakadó, fölépített tulajdonképpen hatásvadász megoldás. Mondjam azt, hogy azért a médiának most azért nagyon-nagyon fontos a szerepe. Volt olyan időszak, én emlékszem rá öregemberként, amikor az amerikai gyakorlatilag lehallgatási botrány volt, hogy a Nixon ügy annak idején, a Watergate ügy, akkor a New York Times főszerkesztője hónapokig nem engedte kimenni az információt, mert nem hitte el, hogy igaz. Tehát azt kért a kvázi forrást kezelőtől, tehát a mély torokkal kapcsolatban lévő, tehát a kiszivárogtató ügyben, hogy még infót, még bizonyíték, mert ez olyan éles információ, hogy megbukik egy elnök adott esetben. Tehát magyarul a felelősségünk nem az, hogy automatikusan tájékoztassunk média szakemberek, vagy akárkik. A felelősségünk az, hogy mit tájékoztatunk, és ez mennyire hiteles.
Mert hogyha ettől elmegyünk végképp, akkor gyakorlatilag az életünk folyamatos botrányok kommunikációját fogja jelenteni. Mert ha nem járunk a végére, nem nézzük meg annak az objektív háttérét és feltételeit, akkor bizony azt kell mondjam, hogy részt veszünk a botrányok gerjesztésében, akkor is, ha nem akarunk. És hát látjuk a másik folyamatot is, amikor hirtelen elengednek botrányokat. Tehát amiből lehetne botrány, de nem lesz belőle botrány. Belebukhatna valaki, de nem bukik bele, mert mindenki elengedi, és inkább ne beszéljünk róla. Igen, ez is egy megoldás, ez már a politika oldaláról. De ebben is felelős a média, nem? Tehát abszolút. Amikor nem megyünk utána kicsit jobban, hogy hogyan is voltak azok az SMS-ek, tehát hogy azért vannak itt olyan ügyek, amik, és egyébként arra gondoltam, hogy azt a kérdést fogom föltenni, hogy miért van az, hogy bizonyos botrányokba belebukik valaki, miért van az, hogy egyesekben pedig nem, tehát hogy néha olyan bagatell dolgokba buknak bele politikusok, néha pedig lehet látni egy olyan elgégis nagy súlyú dolgot, ami pedig mégis túlélnek. Én azt mondom, hogy a politikusnál nem szabad számításon kívülni az emberi tényezőt. Néha megtesszük. Ugye nem mindegy, hogy milyen ember hogyan viszonyul egy ilyen helyzethez. Van, aki úgymond erkölcsileg úgy érzi, hogy meg kell lépnie, és akkor lemond. Van, aki nem érzi az erkölcsi súlyát, mert tulajdonképpen elszakad attól a valóságtól, hogy ő kötelességgel is tartozik, nem csak és felelősséggel, nem csak lehetőséggel a politika területén. És ugye ezek azok az ellentmondások, amik emberi habitus kérdései nagyon sokszor, és nem érdemes mögötte valamiféle nagy, mondjuk, történetet látni, egyszerűen egy emberi ügy, egy emberi magatartás. Az más kérdés, hogy nyilván minden politikus tartozik valahová, valamelyik közegbe, valamilyen párthoz, valamilyen szervezethez, és ott a szervezet felelőssége is nyilván számon kérhető akkor, hogyha azt érzékeljük, hogy egy ilyen komoly botrány esetén nincs konzekvencia. És ugye a botránykeltésnek a másik formája pedig, amikor valaki úgymond hátat fordít a közösségének, és elkezd kibeszélni, és mostanában ebből is látunk nem csak egy, több példát is az elmúlt időszakban. Ez ellen hogyan lehet védekezni egy közösségnek? És akkor most bármilyen közösségre is gondolhatunk, nem csak politikai közösségre. Nézd, az igazság, hogy semmilyen, véleményem szerint semmilyen szinten nem elfogadható. És nem azért, mert ne lenne igazságtartalom sok esetben egy ilyen kibeszélést követően. Csak hogy a kibeszélőnek meg volt a lehetősége a bent beszélésre, ilyen fura magyarsággal fogalmazzak. Nem tette meg. Vajon miért nem? És amikor kikerül, akkor azzal a fölkészültséggel szerintem nem saját játékot játszik. Egyetlen esetben sem tudom elképzelni, hogy ez saját lelkiismereti kérdésé válna. Onnantól kezdve ő is valami miatt teszi ezt, valaki érdekében, valami érdekében. Tehát magyarul kinyílik az ő személyiség problémája egy ellenoldal vagy egy más koncepció mentén, ez az egyik. A másik, hogy ha a rendszerek úgy működnek, hogy belül nem lehet kritikát mondani, az is súlyos helyzeteket okozhat egy későbbi folyamatban. Tehát amikor azt nézi egy rendszer, hogy itt van egy árulóm, ugye hívjuk nevén a dolgot, és az miért teszi ezt, miért nem fogja be a száját, és hogy képzeli, akkor azért érdemes meggondolni, hogy belül minden rendben van-e. Nem abból a szempontból, hogy hogyan akadályozom meg, hanem abból a szempontból, hogy hogyan akadályozom meg, kvázi adok-e lehetőséget belülről megvitatni olyan kérdéseket, amelyek kívülről megfogalmazva evidensnek tűnnek, csak belül kéne megoldani. Mert az, hogy kívül kvázi molesztálom a társadalmat ilyen információkkal, ettől nem lesz megoldás. Attól viszont lehetne, hogyha belül egy kicsit jobban rendet tartanánk. Hát így legyen. Nagyon szépen köszönöm, Földi László, a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumi elnöke volt a vendégünk.